Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Nemrég ért véget Dunaszerdahely művelődési központjában egy gála keretén belül az év sportolója eredményhirdetés, és a mester kategóriában a helyi rendőrfőkapitány nyert, de semmi protekcióról nincs szó. Csiba Tibornak gratulálok, míg az edző kategóriában pedig bronzérmet szerzett. Először is nem vagyok tisztában azzal a műfajjal, hogy Sítor Jónit röviden el lehetne mondani, hogy ez a karaténak milyen válfaja és miben különbözik a többitől? Hát mi edzéseken kettő stílus gyakorlunk, vagy kettőt művelünk. Egyik a gojuryu, másik meg a Sítorjú stílus. Hát ez a kettő stílus, ez nagyon hasonlít egymásra különben. Most mondjam el, hogy miről szól, vagy hogyan? Hát esetleg annyi, hogy mondjuk a Kyokushin karatét ismerik jobban, tehát hogy a szövetségek terén, hogy ez mekkora súlya van a karatén belül ennek a válfajnak. Hát ehhez annyit tudok hozzáfűzni, hogy valamikor a Gojuryu-ból a Kyokushinkai alapítója az valamikor Gojuryu-t csinált, és aztán áttért ilyen Kyokushinkai stílusra. Különbség, de legnagyobb különbség a szabályrendszerben van valójában. A Gojuryu és Sitoryu is, még ezen kívül több más stílus is, VKF szövetség tagja, szóval VKF szövetségen, világkarate szövetségen belül ezek a stílusok vannak, és van egy VKF szabályzat, ami szerint mi is versenyzünk. Igen, most volt nemrégiben egy Európa-bajnokság, ugye Érsekújvárban, ahol ezüstérmet sikerült szerezni. Gondolom egy picit elégedetlen, mert biztos nyerni szeretett volna erről az Európa-bajnokságról, vagy nagyon is nagy sikernek számít az ezüstérmet, vagy döntőben van valaki, akkor meg akarja nyerni, ugye? Hát igen, az a én hibám volt, hogy elvesztettem, úgyhogy én hibáztam, másképp meg lehetett volna az első hely is. De azon kívül hoztunk onnan egy harmadik helyet csapatban, aminek a tagja volt a fiam is, és azon kívül a fiam is hozott még egy ötödik helyet egyéni kategóriában, egy másik lány tanítványom az is hozott egy ötödik helyet, és egy fiú szintén tőlem az meg hetedik helyet senior kategóriában. Hogy néz ki az utánpótlás, mert ugye Dunaszerdán rengeteg a sportág, mit javasolna a szülőknek, hogy miért válasszák a karatét? Hogy jobban legyenek a rendőrfőnökkel? Szerintem nem okvetlen azért, de hát elsősorban a mozgáskultúráját javítja a karate mindenkinek. Én szerintem egyik azok közé, sportágok közé tartozik a karate, ahol a legtöbb testrész van igénybe véve. Azon kívül megtanul önfegyelemre, megtanulja önvédelmet és hasonló dolgokat. Igen, hát ön civilben ugye rendőrfőkapitány Dunaszerde városában. Megköveteli a beosztottjaitól, hogy tudjanak karatézni? Vagy ez nem szabály? Nem, nem szabály. Jó lenne, ha járnának, természetesen. Jobban tudnának működni a utcán is. Mind, hogyha valakit el kellene fogni, vagy hát eleve önbizalmat ad. Hogyha bármilyen sportot, nem okvetlen csak a karatét, de bármilyen sportot, ha valaki művel, akkor nagyobb önbizalma van. Említette ugye, hogy a saját hibájából vesztette el a döntőt. Hát itt most év végén ugye a mérlegvonás ideje van, hamarosan karácsony, és az új évre esetleg mik a tervek személy szerint önnek, és hát az egész klubnak. Mi lesz 2018-ban? Hát személy szerint én szeretném helyrehozni ezt a hibát, amit elkövettem. Az azt jelenti, hogy júniusban olaszországi Pescarában lesz a Európa-bajnokság. Elsősorban ahhoz meg kell nyernem a szlovák bajnokságot, ami április 7-én lesz nálunk Dunaszerdahelyen, hogy juthassak ki Európára Olaszországba, és természetesen minél több versenyzőt szeretnék kivinni ugyanarra a versenyre. Az azt jelenti, hogy szeretném fölépíteni, mivel hogy én most nem vagyok tagja a csapatunknak, mondjuk így, hanem vettünk oda egy másik srácot, hogy szeretném úgy föledzeni őket, fölkészíteni, hogy hát minimum azt a harmadik helyet tudjuk elhozni megint. Gratulálok, és akkor kívánom, hogy sikerüljenek a tervek 2018-ra, és Csiba Tibor rendőrfőkapitányt, a Dunaszerdahely város egyéni sportolójának győztesét látták. Köszönjük a figyelmet! Köszönöm.